Az Úr legyen veletek! És a Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejénél, a másik a lábánál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária! Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester! Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!